Gyere Bajtaszku mindig nagyon jó volt rajzból. Festőversenyekre jártam, és mindig rajzoltam. Igazán nagyon szerettem ezt csinálni. Úgy mondanám, hogy több volt, mint szenvedély, ami végül a keresetem forrása lett. Ezzel a szenvedéllyel alapította meg a New Creation stúdióját, amikor 18 éves volt. A legjobb felszerelést vette, amit meg lehetett venni. Rögtön 6000 dolláros adóssággal kezdtem, ráadásul akkoriban vettem hitelre egy autót is. Szóval rögtön olyan 30 ezres mínuszban voltam. Az első 6 hónapban jól ment az üzlet, de kevesebb megrendelés érkezett, és erre nem számított. Nem számoltam a pangással. Úgy gondoltam, hogy folyamatosan érkeznek majd a nagy megrendelések, és minden sinen lesz, de nem így történt. Minden összedőlt, mert nem volt semmi tartalék a vállalkozásban. Nem tudtam a fizetésemet sem felvenni. Így a hitelkártyával tartottam fenn magamat. Gyerebáj olyan otthonban nőtt fel, ahol megtanulta a tizedfizetés fontosságát. Amikor elkezdte vállalkozását, megfogadta, hogy ő is így tesz majd. De ahogy az adóssága halmozódott, a tized hátra szorult. Annyira szűk volt a kassa, hogy úgy éreztem, nincs elég pénzem tizedet fizetni. Itt követtem el a legnagyobb hibát. Mivel úgy tűnt, álma elérhetetlenné vált, elkezdett apja ügyvédi irodájában dolgozni. Egy nap az apja őszinte beszélgetést kezdeményezett. Kinyitotta az ajtót, egyenesen rám nézett, és azt kérdezte, hogy tényleg a művészet és a dizájn a szenvedélyem? Én azt feleltem, hogy persze. Ő erre így felelt, ha valóban ezt szereted csinálni, akkor tedd az Úr elé, és tégy meg mindent, ami rajtad áll. Ekkor rádöbbentem, hogy át kell adnom ezt Istennek. Úgy imádkoztam, ha ez az akaratod, ebbe az irányba megyek. Akkor küldj meg rendeléseket. Teljesen rád bízom magamat. Az Úr elképesztő módon válaszolt. Gyerebáj 4 megrendelést kapott, kevesebb, mint egy hét alatt. Azonnal kifizette belőle a tizedet, és elkezdte törleszteni adósságait. Megjött a pénz. 10% a tized, a 90%-át használtam csak, de nagy része ment az adósság törlesztésére. Egy pár évbe beletelt, amíg a 30 ezer lecsökkent nullára. Az évek alatt elterjedt Gyerebájról, hogy tehetséges grafikus. Dolgozott a Nike-nak és a Yamaha-nak is. Egy televíziós design valóság show döntőse is volt. A 10%-omat hűségesen az Úrnak adom, mert ez a kötelességem. Egy dolgot észrevettem magamon, hogy sokkal hálásabb vagyok. Mindenért, amin van, hálát érzek. Hálát érzek a fizetésemért, hálát érzek a jó előmenetelért. Mindenért hálás vagyok. Visszaadni az Úrnak a tizedet nekem megtiszteltetés. Gyerebáj és felesége Michelle ma már 2 fiút nevelnek. Szeretnék, ha ők is korán megértenék a tizedfizetés fontosságát. Kötelességünk a tizedfizetés, és hogy jó sáfárok legyünk. Bármi is történjék, ehhez ragaszkodunk. Egy életre megtanultam. That's what we do. You can never outgive God. Tithing and stewardship. A tizedfizetés és jó sáfárkodás együtt jár. Én úgy hívom, hogy 10-10-80-as szabály. Istennek adunk 10%-ot, félreteszünk 10%-ot megtakarításként, és a megmaradt 80%-ból élünk. Ha követik ezt az egyszerű szabályt, az áldás és prosperitás az önöké lesz. A 128. Zsoltárban van egy ígéret az Istentől. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjaiban jár. Bizony kezed munkáját eszed, boldog vagy, és jól van dolgod. Íme, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat.